ugye ez a stúdió itt van a Lourdi házban, ami az egyik népszerű pláza, nem a legnépszerűbb, de egy népszerű pláza, hogyha én ezt a poharat el akarom adni, és beteszem mondjuk a Western City Centerbe, vagy beteszem a Corvin áruházba, akkor sokkal többen fogják a Western City Centerbe megvenni ezt a poharat. Tehát ha ugyanazt a műsort egy jól bereklámozott kereskedelmi adón mutatom, mint a közszolgálati csatornán, ugyanazt a műsort többen fogják ott megnézni. Hisz sokszor ugyanaz a film ment le a közszolgálati csatornán, mint a kereskedelmén, és ott mégis többször megnézték. Hát a csatorna egészét nem látják. Így van. De András, azért álljon meg a menet, azért az apró eredményeket, tehát azt, hogy én egy vasárnapi nézősávot mondjuk 8%-ról fölvittem 15-re, és tudom, hogy a 15 az nagyon kevés egy csatornának, de az, hogy egy emelkedés ekkora történt, én ezt sikernek könyveltem el ott és akkor, sőt ma is. Rendben. A Szív TV kazettás terjesztésű volt, hogy lehetett élőben telefonálni? Ez úgy volt megszervezve, hogy nem mindenütt volt kazettás terjesztésű, és hogy előre megvoltak azok a telefonálók, akik tehát bejelentkeztek, és akkor az adás alatt voltak visszahívással dolgoztunk ott a Szív TV-be, de nagyon fontos volt nekem, hogy interaktív, tehát ugyanúgy, mint ahogy itt az SMS-ek jönnek, tehát nekem nagyon fontos, hogy a nézők minél inkább részesei lehessenek a mi kettőnk beszélgetésének. Komolyan elhitte, hogy az MTV valódi alelnöke? Kérdi valaki. Hát, hogy egy intézménynek ki mennyire valódi alelnöke, vagy ki mennyire valódi elnöke, ezt mindig nehéz eldönteni. Én azt gondolom, hogy alelnöke voltam. Mit értünk azon, hogy valódi? Tervezi új műsor készítését? Mikor és hol? Kérdi G. Tündi. Tündi kérdésének örülök, hisz végülis, amit mondtam, hogy nagy szerelmemet adtam fel a műsor készítést, és hát irigyellek is téged nagyon, hogy itt esténként tulajdonképpen kedvedre beszélgethetsz. Bárkivel azt gondolom, hogy ez egy sokkal élvezettelibb, örömtelibb és sikereket jobban hozó dolog, mint például az MTV elnökének vagy alelnökének lenni. Dolgozom műsorterveken, de jelen pillanatban dolgozom két könyvön, tehát ebben a műsorban is most említett politikus sorozatomon dolgozok, hogy könyvformátumban kiadom. Nagyon érdekes, hogy ki mit mondott 3-4 éve, kívül mi lett, miniszterek lettek, tehát egy kész tanulmány. Egyébként hívtak az ELTE-re pszichológiát tanítani. Ugye én eredetileg írtam is egy pszichológia tankönyvet, ami ma is tankönyv a személyiségközpontú pszichológiáról. Bocsánat, ezzel kapcsolatban van egy SMS. Szabadba vágtam, nagyon? Persze, nem baj, gyerünk. Még nem láttam önt a képernyőn, hogy ne közölte volna, hogy pszichológus. Fontos ezt tudnunk? Én ezt szeretem, tehát én szeretem ezt a foglalkozásomat, és valahogy úgy érzem, hogy biztos visszatérek még a pszichológiához, tehát nagyon-nagyon szeretem a pszichológiát. Interjúkészítés közben is pszichológus vagy? Én mindig önmagam vagyok, akkor is, amikor pszichológus vagyok, inkább fogalmaznám meg a dolgot, de nyilván használom a pszichológia eszközeit. Például? Tehát talán jobban odafigyelek gesztusokra, odafigyelek metakommunikációra, megkérdezem le Zsák Sándortól, hogy mióta gondolja, hogy csillag van a homlokán, tehát valahogy egy picit talán bennem maradt az a figyelem. Mondjuk az én metakommunikációmat figyeled most? Vagy persze, most válaszoló vagy? Persze, figyelem, hogy mikor dőlsz hátra, mikor jössz így közelebb hozzám, mikor élénkebb a mimikád, amit tetszik, amit mondok. Tehát figyellek közben, igen. A Hívd Andreát című műsorban pontosan honnan jöttek, ez már volt, ja. Ezt most már elmondtuk. Ön szerint ez is volt. És gyakorlatilag közben is beolvastak a kérdéseket, hagyd válaszoljak Tünde kérdésére, hogy amikor ezeknek a végére érek, akkor szeretnék majd műsort csinálni. De érdelem a műsor terveket, tehát azért ne hagyjuk. A Filmmuseum TV-hez van valami köze? Nincsen semmi közöm hozzá, nincs. Nem is én kötöttem, hogyha arra kérdezne rá a SMS-t író, nem én kötöttem a szerződését, tehát nem hozzám, nem műsoros területhez tartozott a csapat, miért nem van, is hozzá semmi közöm. Folyton a szabadba vágok, annyira szégyellem, nem akarok pedig. Nem baj, legalább pörgünk. Miért van mindig? Szórakoztatóbbak vagyunk. Miért van mindig piros-feketében, kérdi Gabi? Nem vagyok mindig piros-feketében, például nagyon érdekes. A Gabi egy kicsit jobban is odafigyelne. Egyébként nagyon szeretem a piros-feketét, és éppen idén divat is a piros-fekete, tehát nekem kedvenc színárnyalatom, de például amíg alelnök voltam, addig nagyon figyeltem rá, hogy szinte alig voltam pirosban, hanem mindig bézs színbe, fehérbe. Tehát, mert azt gondoltam, hogy visszafogom saját magam. Tehát egy olyan producernek, egy nagy producer szerepkörbe kellett belemennem, hogy mások az én versenylovaim szinte, tehát másokat hozok előtérbe, más tévés személyiségeket, és valahogy abban a szerepkörben nem fér bele, hogy az én exhibicionizmusom is előjöjjön. Elég nehéz is volt visszafogni, de valahogy akkor azzal úgy nem fért össze. Egyébként volt szó róla, sőt az akkori tévéelnök még mondta is, hogy miért nem csinálok műsort, tehát csinálhattam volna, szerződésemben is benne volt, hogy csináljak egy ilyen beszélgetés műsort azon a csatornán, ott és akkor, de akkor vagy azt mondtam, hogy nem. Tehát akkor nem tudtam volna minden energiámat arra fordítani, hogy másokra, vagy nem fért össze. De szeretem a piros-feketét, de akkor nem ez volt. Bocsánat, mondd, hogyha nem forgat meg így a zsírban a politika, vagy akármi,
ugye az elmúlt években, akkor jobb lenne most az életed, vagy rosszabb? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ezzel jó magam is sokat gondolkozom, hogy jobb lenne, vagy rosszabb, hogy szabad-e értelmes embernek, vagy kreatív embernek, vagy tehetséges embernek belemenni egy ilyen funkcióba. Nem vagyok biztos a válaszban. Hát jó. Őszintén beszélgettünk? Te hogy érezted? Én úgy, hogy nem. Én szerintem igen. Igen? Hát nem tudom, akkor te nem voltál őszinte ezek szerint. Nagyon szépen köszönöm, André, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Mi van ma? Milyen nap? Szerda van? Szerda van. Akkor holnap este újra találkozunk, aludjanak jól, viszontlátásra.